kiáltásnak a története 2016-ig vezethető vissza. Ekkor döntöttük el, hogy amikor elindítottuk a Budapest Fotófesztivált, szeretnénk minden évben egy nagy csoportos kiállítást, ami a magyar fotográfusokat helyezi a középpontba. Nyílt pályázat, tehát bárki pályázhat életkortól, szakmától, előképzettségtől függetlenül, és egészen fiatalok is, olyanok, akiket még nem is annyira ismerünk, meg nagy öregek, Kossuth Díjas klasszikusok is pályáztak. És a modern felkérésére pedig a korábban megvalósult tematikus kiállításokat gondoltuk újra, illetve rendeztük újra, egy sokkal szűkebb válogatás a neveket vagy az alkotókat illetően, de a sorozatok meg az egyéni életművek szempontjából meg egy nagyobb anyagot próbáltunk minden esetben bemutatni, illetve ez egészült ki egy klasszikus válogatással, a Szőlősi Nagy András és a Nemes Juditnak a műgyűjteményéből. És ezért is lett Mély áramok a címe, mert hogy egyszerre érdekes az, ahogy a különböző műfajú kortárs művek hatnak egymásra, nem annyira szigorúan a műfaj tematika szerint, plusz a klasszikusok, plusz ilyen Ervéd Rassai, tehát nagy nevek, nagy klasszikus művei is láthatók lesznek, hogyan egy kiállítás keretében, különböző terekben ugyan, de mégis hogyan beszélgetnek egymással. Illetve azt is próbáltuk a kiállításon belül megmutatni, hogy a fotográfián belül is a műfaji határok mennyire elmosódnak, hogy csendélettel is ki tudnak fejezni egy portrét, portréval is szinte csendéletet, illetve hogy nagyon sok fotó installatív jelleggel jelenik meg a kiállítótérben. Sőt, ugye a videómunkák is vannak, illetve vannak olyan munkák, ahol a fotográfiák videókkal együtt jelennek meg, tehát ezek reflektálnak egymásra. Van olyan, amelyik épített elemeket is tartalmaz, egy fotókönyvet, képeket és videót is, tehát hogy... Egy egész projektet próbálunk bemutatni, nem csak a projekt során készült fotókat, hanem így a térben, meg egy kis ilyen közeget kialakítva nekünk.